A megye 9 körzetében a selejtezők során legjobbnak bizonyult lány és fiú csapatok mérték össze tudásukat a városi stadionban a második, harmadik és negyedik korcsoportos diákolimpia döntőjében. A gyerekek 60 és 600 méteres futásban, távolugrásban, valamint kislabdadobásban vetélkedtek egymással. A szervezők a versenyen igyekeztek kiszűrni az átlagosnál ügyesebb fiatalokat. Természetesen, mint edző, nyitott szemmel járunk, itt főleg a negyedik korcsoportosoknál, akinek a verseny délelőtt folyamán zajlott. Természetesen ki tudunk szűrni néhány gyereket, megpróbáljuk őket, ha lehet, Nyíregyházára integrálni, hogy itt tudjunk esetleg foglalkozni velük. A bújí fiúcsapat felkészítője már azt is nagy dolognak tartja, hogy egy kevesebb, mint 200 fős iskolából eljutottak a legjobbak közé. Kicsit behatároltak a körülmények, mert mi egy kisiskola vagyunk, Bújról érkeztünk. 185-en járnak az iskolába, de egyébként úgy gondolom, hogy minden éven, majdnem minden éven sikerül hol a 3 tusába, hol a 4 tusába, hol az 5 tusába képviselni magunkat itt a megyei döntőn. Igazából innen már nekünk nagy eredmény, hogyha első 6 helyzetben vagyunk, első 6 helyzetet elérjük, itt idén is az a cél, de úgy gondolom, hogy középmezőnyben leszünk az idén is. A negyedik korcsoportban mind a lányoknál, mind a fiúknál a kisvárdai Somogyi Rezső általános iskola csapata végzett az élen. A harmadik korcsoportos lányoknál a Nyírbátori magyar-angol két tannyelvű általános iskola, a fiúknál pedig a Nyírteleki általános iskola lett az első. A második korcsoportos lányoknál a nyíregyházi Szent Miklós görög-katolikus általános iskola, míg a fiúknál a Tiszavasvári általános iskola együttese bizonyult a legjobbnak. A győztes csapatok és az egyéni verseny legjobbjai május utolsó hetében a székesfehérvári országos döntőben képviselik majd a megye színeit.